Sziasztok, üdv újra mindenkinek itt a Street Kitchen-en. Ma egy nagyon különleges és nagyon finom desszertet hoztam nektek, ami kiváló választás lesz majd a húsvéti reggeli, ebéd vagy vacsi után, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Az első lépésünk az lesz, hogy elkészítünk egy nagyon-nagyon finom krémes karamell szószt, amihez ugye cukorra, vajra meg tejszerre lesz szükségünk. Én egy kis vizet is szoktam tenni a karamell szószhoz. Ebből a nagyon kecses kancsóból fogok önteni bele nagyjából 30 ml-t, és utána pedig így körbeforgatjuk, hogy mindenhol bevonja a víz a cukrot. Hozzáadjuk a vajat, és alaposan elkeverjük, majd jöhet a tejszín is, és már kész is van a szósz. Azért érdemes egy csatos vagy egy befőttes üvegbe beletölteni a karamell szószt, mert bármennyire is finom, azért ez a mennyiség nem fogy el egyből, viszont így tárolva a hűtőben egy hétig, 10 napig simán tárolható, és nagyon finom kávéba, tejszínhabra, vagy csak úgy magában is. A tészta lesz a következő lépésünk, amit nagyon egyszerűen fogunk elkészíteni, hiszen csak 6 pici részre fogjuk vágni, és utána megy a sütőbe, és így fel fog puffadni, olyan lesz, mint egy gyönyörű kis párna. Most, hogy nézem ezt a gyönyörű tésztalapot, szerintem ebből 8 is ki fog jönni. Inkább több legyen a sütiből, mint kevesebb, nem? Ez tényleg egy nagyon egyszerű és gyors recept, hiszen 10-12 percet fognak sülni a sütőben, 180 fokon. Következő lépésünk, amíg sülnek a kis tésztapárnáink, a málnás mascarpone krémnek az elkészítése, ami nagyon bonyolult, hiszen lesz benne mascarpone, málna és porcukor. Egyébként a porcukor helyett bármilyen más édesítőt használhatok, ami vagy por, vagy folyékony állagú, lehet agave szirup, rizsszirup, juhar szirup, vagy porított stevia, tök mindegy. Lényeg az, hogy ugye ne ropogjon a fogunk alatt, ezért kell, hogy ilyen állagú legyen. Amikor már egy kicsit habosra kevertétek a mascarponét, akkor jöhet a málna is, viszont ne az egészet tegyétek bele egyszerre, hanem 2-3 kisebb részletben. Gyönyörű rózsaszín krémet kaptunk, a málna nagyon szépen megszínezte a mascarponét. Ezt én most át fogom tölteni egy habzsákba és berakom a hűtőbe, de ha nektek nincsen habzsákotok, akkor simán kanállal is megtölthetitek majd a párnákat, csak én így csinálom, mert nekem van habzsákom. A sütemének lesz ugye habos, könnyű része is, és lesz ropogós is, hiszen mandulát fogunk pirítani egy serpenyőben. Ez a desszert a karamell körül forog, hiszen a mandulának is ilyen karamell színűnek kell lennie, amikor kész. Eleget pihentek a kis páráim, most már nem meleg és nem olyan sérülékenyek, mint egyből a sütőből kivéve. Egy éles késsel, látszik, ahol meg van repedve a tészta, egy éles késsel ezen a vonalon ketté vágjuk. És amikor félbevágtuk őket, akkor megtöltjük a krémmel. És a töltelékre már csak a kalap hiányzik. Bátran öntsétek nyakon a sütiket karamellel, hiszen a málnának a savassága ki fogja egyensúlyozni az ízeket. Remélem, ti is elkészítetek ezt a receptet. Találkozunk újra itt a Street Kitchen-on, iratkozzatok fel a csatornáinkra, és kövessetek minket az Instán is. Sziasztok! A recept elkészítéséhez Tante Fanni friss élesztős leveles tésztát használtunk. A videó támogatója az Electrolux.